Közel 10 éve indult útjára az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által kiírt alkotópályázat, amely a szociális ellátásban részesülők számára biztosít lehetőséget az alkotásra, az ellátottak jogainak témakörében. A pályázat nem titkolt célja az érzékenyítés és a figyelemfelhívás, de mint Filoltásné Ugrics Katalin, ellátójogi képviselő és referens mondja, évről évre egyre több érdeklődő vesz részt rajta, ami visszaigazolás lehet a pályázat kiírójának is. Az értékes művekkel, alkotásokkal szeretnénk az ajtót még szélesebbre tárni az ellátórendszer és a társadalom között. Kezük munkáján keresztül láthatóvá tenni, hogy mennyi hit, bátorság, öröm, küzdelem, kitartás, szeretet van a szociális ellátórendszerben élő ellátottakban. Az alkotópályázat kiállítás formájában folyamatosan járja az országot, és most legújabb állomása a Bugár Technikum lesz, ahol 9 napon keresztül lesz látható. A megnyitó ünnepségen az intézmény vezetője elmondta, nagy öröm, hogy a kiállításnak az iskola adhat otthont, hiszen a tanulók a témakörrel szoros kapcsolatban állnak. Az egészségügyi ágazatban tanulóink a tavalyi évben első alkalommal vettek részt a szociális otthonokban, székesfehérvári szociális otthonokban gyakorlaton, és ez idő alatt nem csak szakmai, hanem sokkal inkább emberi kapcsolatok szövődtek, mind a lakókkal, mind pedig az ott dolgozó kollégákkal. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tanulók által megtapasztalt körülményeket, illetve élethelyzeteket most egy teljesen más oldalról ismerhessék meg. A kiállítás megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester is részt vett, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta, fontos, hogy a mai rohanó világunkban sem szabad megfeledkezni a szociális intézményekben élőkről. A munkatársak nap mint nap dolgoznak azon és tesznek azért, hogy az ott élők, az ott ellátottak, akár fogyatékkal élők, akár gyermekvédelem, akár pedig idősügyi ellátás tekintetében legyenek olyan programok, ahol ahogy igazgatóasszony is fogalmazott, az alkotás örömét megélhetik. Én magam is látom ezt, és ez mekkora érték, akár Kossuth Zsuzsanna a szociális intézményben, akár a Frim Jakab képességfejlesztő otthonba, ha elmegyünk, hogy milyen csodák és milyen értékek születnek ott. A kiállítás május 22-éig látogatható a Bugár Pál Technikum aulájában, utána pedig Paks lesz a következő állomás.